Megszámlálhatatlanul sok barátság köttetett az elmúlt két évtizedben a Kolbász Fesztiválon. Ezek a kapcsolatok nem csak a csabaiakat kötik össze, hanem az ország és a világ más részein élőket is Békés Csabához fűzik. Ez a 21. Csabai Kolbász Fesztivál alapgondolata. A négynapos kolbászünnep két versennyel kezdődött el. A nyitónapon a nemzetközi száraz kolbász versenyre benevezett több mint 100 termék mellett a következő generáció kolbászmesterei is összemérték tudásukat Békés Csabán. 250 gyermekből és tinikből álló csapat együtt gyúrta, fűszerezte és töltötte a kolbászt. Az értékelések alapján bebizonyosodott, hogy a csabai kolbász jövője jó kezekben van. A versenyzők között voltak rutinos és kevésbé rutinos kolbásztöltők is. Apróbb hibák persze mindenkinél előfordultak. Hát, hogy gyorsan tekertük, és így többet nyomott, mint kellett volna, és kiszakadt a kolbászunk. Nem csak a hagyományos kolbászt készítették el a résztvevők, volt, aki egy kis kreativitást is belecsempészett a munkájába. A zsűrinek leadtuk, eredetileg ezt szántuk volna, de végül úgy döntöttem, hogy egy egyedi fesztivál kutyát hajtogatok, és egy hajtogatott kolbászkutyát adtunk le nevezésre. A kemény munka mellett persze a szórakozásra is jutott idő. A döntőbizottságnak nehéz dolga volt. Eltérő fűszerezésű ételek közül kellett kiválasztaniuk azt, amelyik szerintük a legjobban sikerült. A zsűri elsősorban azt értékelte, hogy a fiatal generáció mennyire sajátította el az igazi csabai kolbász receptjét. Én is már kiskoromban megtanultam a nagyszüleimtől, szüleimtől a kolbász készítésnek a portéjait, és hát ugye azóta is rendszeresen részt veszek a családi kolbász töltésbe, úgyhogy ez egy nagyon jó rendezvény, fontos, hogy a fiatalok megtanulják. A Kolbász Fesztivál Békés Csaba, illetve Magyarország legnagyobb gasztronómiai fesztiváljai közé tartozik, amely nem csak a várost, hanem a helyi értékeket is népszerűsíti. Kétségtelen, hogy a Kolbász Fesztivál az a rendezvény a városban, ahol legtöbben látogatnak. Ezt meg kell becsülnünk. Figyel erre a fesztivált szervező csapat is, ugye a Hégely család, figyel a város is erre. Örülünk mindig, hogy tele vannak a szállodáink, a kollégiumaink, tele vannak a magánházak is. Nem lehet helyet kapni már nyáron sem, szálláshelyet ilyenkor Békés Csabán. Mindig ilyen örök kérdés, hogy mennyiben újuljon meg a Kolbász Fesztivál, hogy változatlanul vonzó legyen. Én azt gondolom, hogy fontos a régi hagyomány ápolása. Nem kell állandóan újdonságokat kitalálni, hiszen a csabai kolbász receptje is 200 éves. A városvezető szerint ápolni kell ezeket a hagyományokat, hogy aztán azokat tovább lehessen adni a következő generációnak. A családi környezetben, amikor otthon nagyszülőkkel vagy a szülőkkel összefognak, készítik a kolbászt, akkor ők is segíteni tudnak, és a fejükbe bekerül ez a gondolat, hogy ezt nem szabad abba hagyni, a csabai kolbászhoz fűződő hagyományokat ápolni kell. Úgyhogy nagy a felelőssége ennek a generációnak, és szeretné a város, hogy legyenek ők az a generáció, akik tovább viszik az ősi receptet. A nyitónap másik jelentős programja a száraz kolbász verseny volt. A mesterek közel egy éven át érlelték azokat a kolbászokat, amelyeket beneveztek az idei versenyre. A nyertes 150 ezer forintot és egy családi üdülést nyert, ám ennél sokkal fontosabb a dicsőség. Összesen 103 kolbász sorakozott az asztalon, amelyről szakértő zsűrinek kellett ítéletet hoznia. Nem volt könnyű dolguk, hiszen bár a fűszerezés szinte azonos, mégis mindegyik kolbász önálló műalkotásnak tekinthető. Mint megannyi műalkotás, 103 szoborszerű képződmény fogadott itt engem. Egyáltalán megnézni őket, ránézni őket, gyönyörűek. Az, hogy 103 készítő úgy döntött, hogy a legjobb kolbászát félreteszi és elküldi zsűrizésre, ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog. Látszik, hogy az emberek a szívüket, lelküket beletették ezekbe a műalkotásokba. A zsűri elnöke szerint sok tényező befolyásolja azt, mitől lesz igazán jó és harmonikus ízű a csabai kolbász.
A csabai kolbász meghatározó fűszere a jó minőségű, kiváló minőségű fűszerpaprika. Emellett a fűszerei a fokhagyma, köménymag, só. Szinte mindenhol a fűszerek megközelítőleg azonos arányával készül, mégis nagyon változatos tud lenni a kolbász, és nagyon sok további tényező befolyásolja, hogy mitől lesz jó, igazán jó egy és harmonikus ízű a csabai kolbász. Többek között a sertés kora, tartási körülményei, a bélminősége, a fűszerek aránya, a fűszerpaprika minősége, füstölés, tárolás, illetve fogyasztáskor az érés állapota. Sok vita után született meg a zsűri döntése, idén helyi mesterhez került az aranyérem. Gratulálunk Gyulász Györgynek! A legjobbnak ítélt kolbász készítője a jövőben ezzel a védjeggyel is árulhatja a termékét. Gyerekkorom óta csináljuk a kolbászt, már nagyapáméktól tanultam kolbászgyártást, tehát az első kolbászfesztivál óta itt vagyok, jelen vagyok családommal együtt, tehát családommal, rokonaimmal együtt, és hát a titka a jó minőségi hús, jó minőségi fűszerek, a füstölés, tárolás, ezekre nagyon oda kell figyelni, és hát most az ízvilág, a zsűrinek ezek szerint bejött az ízvilág. Az eredményhirdetés után a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, dr. Guller Zoltán hivatalosan is megnyitotta a fesztivált. A vezérigazgató itt jelentette be, hogy 500 turisztikai fejlesztést valósítanak meg Magyarországon 2030-ig. A tervek között szerepel, hogy megduplázzák a hazánkban eltöltött vendégéjszakák számát, és létrehoznak 30 olyan repülőjáratot, amely összeköti Magyarországot a világ olyan pontjaival, amelyekkel még nincs közvetlen kapcsolatunk. A csabai kolbász sokkal több, mint egy étel, szimbólum, hagyomány, valamint csabaiság. Ezekkel a szavakkal jellemezték a 21 éves Csabai Kolbászfesztivált a hivatalos megnyitón. A nagyszabású rendezvényt, amely mára összefort Békés Csaba nevével, 21 évvel ezelőtt az Ambrus család hozta létre. 21 évvel ezelőtt az Ambrus család megálmodta és megvalósította azt, amit ma mi tovább vihetünk, akik ide jönnek, azok jól érezhetik magukat, és talán egy egész városnak, egy egész nemzedéknek adott egy olyan utat, amire ráfűzhetjük a város marketingünket, ráfűzhetjük az identitásunkat, ráfűzhetjük a csabaiságunkat. Hogy 21 évvel ezelőtt az Ambrus család létrehozta a Csabai Kolbász Fesztivált. A kolbász ma már nem csak egy étel, szimbólummá vált, mondta a megnyitón a térség országgyűlési képviselője. A csabai kolbász már sokkal több annál, mint egy étel, amely csillapítja az étkünket. Az elmúlt 20 évnek köszönhetően a Csabai Kolbász Fesztivál szimbólummá vált. A csabai kolbász jelképébe vált a hagyománynak és a hagyományok tiszteletének. Az eleven élő tradíció jelenti az alapját annak, hogy a nemzedékeken és családokon keresztül szállt apáról fiúra a kolbászkészítés tudománya. A 21. Csabai Kolbász Fesztivál vendégvárosa 2017-ben Érd volt. A térség országgyűlési képviselője, a Békés Csabai származású energiaügyért felelős államtitkár ezúttal nem egyedül érkezett a rendezvényre. El kell mondanom, hogy mindig szívesen jövök otthonról haza, azaz Érdről Békés Csabára, de mint ahogy előbb elhangzott, most vendégeket is hoztam, több száz érdi honpolgár, polgármesterelőkkel együtt. A Pest megyei város polgármestere örömmel tette eleget a vendégvárosi meghívásnak. Öröm és megtiszteltetés itt állni ezen a színpadon, és megköszönni, hogy vendégvárosa lehetünk Békés Csabán. Öröm és megtiszteltetés különösen, ha tudjuk, hogy dr. Aracki András országgyűlési képviselő Békés Csaba szülötte, és ezt a kapcsolatot mostanáig is nagyon szorosan ápolja. Az idei Kolbász Fesztiválnak nem csak vendégvárosa volt, Ausztrália ugyanis vendégországként képviseltette magát. A megnyitó zárásaként a fővárosi nagy cirkusz meglepetés produkcióval készült a fesztivál vendégeinek, a közönség a Rippel fivérek showját láthatta.
résztvevők a fesztivál második napján is hatalmas lelkesedéssel töltötték a kolbászt. A kolbász készítést disznóvágás előzi meg. Éppen ezért a szervezők ezt a folyamatot is bemutatták a fesztiválon, a perzseléstől egészen a hús feldolgozásáig. Az egyik csapatunk éppen azon munkálkodik, hogy kiváló alapanyagból nagyon jó kolbászt és termékeket tudjanak előállítani. Volt olyan látogató, aki korábban nem ismerte a csabai hagyományokat, bár gyermekkori emléke van a disznóvágásról. A csabai hagyományokat nem nagyon ismerem, az igazság, bár én Békés megyéből származom, Marosházáról konkrétan. Ott volt jó élményem disznóvágással kapcsolatban, még gyermekkoromból természetesen, mikor még szalmával pörzsölték a disznót, hatalmas nagy szalma bogja volt felállítva. A sertésből többféle étel készül, ám mindenkinek más a kedvence. A rántott húst. A rántott hús. És a kolbász, a vastag kolbász. Hurka. A bemutató után a nyugdíjasok, civil szervezetek, nagycsaládosok és hátránnyal élők gyúrtak közösen a Mokri Sámuel sátorban. A közös gyúrás remek hangulatban telt, amelynek nélkülözhetetlen eleme a finom házi pálinka volt. A munkához az az egy lendületet a pálinka, tehát ez elkerülhetetlen és jó is. A 35 csapat sokféle receptet használt, ehhez pedig mindenki elhozta a maga különleges hozzávalóját. Ez a kolbász attól ez különleges, hogy beleteszünk a szívünket, lelkünket, paprikát meg sót. A civil szervezetek tagjai szerint nem az eredmény számított, hanem az, hogy jó hangulatban teljen a közös munka. A célkitűzés igazából az, hogy jól érezzük magunkat, megmutassuk magunkat, és a különleges receptünkkel másokat is megörvendeztessünk, hiszen amit elkészül kolbász, az az ügyfeleink, klienseink részére fogjuk kiosztani. A nagycsaládosoknál az unokától egészen a nagymamáig mindenki kivette a részét a kolbász készítésből. Már évek óta járunk ki a kolbászfesztiválra. Kolbászkészítés az meg már nagyszülői, szülői, meg most már mi, meg hát a gyerekeknek is próbáljuk átadni, és élvezik, meg szeretik, csinálják is. A zsűri ebben a kategóriában is sok szempont alapján bírált. Mai napon vegyes szempontokat fogunk alapul venni a csapatoknál, akkor megvizsgáljuk a munkájukat, természetesen higiéniára fogunk odafigyelni, használunk a gumikesztyűt, kézzel hogy nyúlnak az ételhez, természetesen meg fogjuk nézni magát az asztalt, hogy az asztal mennyire van rendben, a munkafolyamat előtt, közben, illetve után is jártak maguk után, mennyire ízléses például a díszítésük, ahogy tálalnak, illetve kihelyezik, ugye bemutat nekünk a mondjuk ugye a kész töltött kolbászaikat. A siketekre és nagyothallókra is gondoltak a szervezők, hiszen a napközbeni programok mellett az esti, színpadi produkciókat is jelelés kísérte. Ez egy kiemelt nap, egyrészt azért, mert már hosszú évek óta minden évben neveznek csapatjaink a Kolbászfesztiválra. Idén is 8 hallássérült csoport érkezett a mai napra. És egy igen nagy kuriózum a ma estének, hogy a Magna Cum Laude-nak köszönhetően a koncertjük jelnyelvi tolmácsolással fog elhangzani a mai napon. Így a hallássérült tagjaink nem csak a napközbeni programokat tudják élvezni, hanem az éjszakai bulit is. A 4 napos Csabai Kolbászfesztivál legnagyobb durranása szombaton volt, ekkor rendezték ugyanis a nemzetközi kolbászkészítő versenyt 250 csapat részvételével. A versenyzők nem csak belföldről, hanem külföldről is érkeztek, természetesen azért, hogy megmutassák, szerintük milyen a legfinomabb kolbász. A jó csabai kolbásznak az őrölt piros paprika a lelke, no is persze a kiváló sertéshús. A versenyzők érdekes koreográfiával, változatos ízvilággal és a tömegből kiemelkedő kosztümökkel érkeztek a nagy megmérettetésre. Mindenképpen félelmetesen jó lesz, extraordinary lesz, ugyanis körripasztával, illetve datójával fogjuk tölteni. De az outfitünk az konkrétan az most a nagyon aktuális Arc című filmből vettük. Profik és amatőrök egyaránt megmutathatták, mit tudnak. Semmilyen szaktudás, viszont hobbiként ez tényleg nagyon jó elfoglaltság. Egyetemen tanulunk, a mi csapatunk a Team Corvinus, tehát mi mind egyetemisták vagyunk, és egyszer az évben eljövünk, és elkészítjük a legfinomabb kolbászt.
A legmesszebbről ez az ausztrál csapat érkezett, akik nagyon örültek a fogadtatásnak. Very, very friendly, a lot of our hospitality. Nagyon barátságosak és vendégszeretőek. Egy egész csapattal jöttünk, hogy részt vegyünk a fesztiválon. Nagyon jók a kolbászok, de mi is elhoztuk a magunk trükkjeit. Ők például kenguruhúsból készítettek kolbászt. Mint mondták, az ő ételük főként abban különbözik a sertéshúsból készült változattól, hogy szárazabb, és mivel Ausztráliában nem használnak paprikát, ezért más, keleti fűszereket kevernek bele. Zamárdiból, Egerből és Pécsről is érkeztek csapatok azért, hogy megmutassák, náluk hogyan készül a jó házi kolbász. Házi viszonylatban igen van. Nálunk és Zamárdi nem olyan rég város, régen, mint való minden háznál volt disznótartás, és minden család vágott disznót, egyet, kettőt, és ránk szállt az örökségképpen. Voltak olyan résztvevők is, akik más jellegzetességet hoztak otthonukból. A kolbászunk azóta létezik, amióta vagyunk mi. A sajtunk, a sajtgyárunk amúgy egy sajtmanufaktúra szövetkezeti alapon működik, amelyről az igazgató úr is itt van, esetleg többet tud majd beszélni. De amúgy a sajt kultúrának, mint sajttermesztés, termelés az létezett. Jó sajt és tehén sajt, mindenki házilag ezt még most is elkészíti. Sokan érkeztek a rendezvényre azért, hogy szurkoljanak, vagy egyszerűen csak azért, hogy jól érezzék magukat. Hogy nagyon szeretem a kolbászt. Nagyon jó, köszönjük szépen. Minden nagyon remek. Zongorázni kell. Tippek, trükkök és egy csipetnyi titok. Akadt olyan résztvevő, aki szerint csak ennyi kell a finom ételhez. Ezek alapján a zsűrinek a nagy gyúrás napján sem volt könnyű dolga. Az alapanyag az nagyon fontos, és a hozzáadott fűszerek és azok a rejtett, titkos recept megoldások, amelyeket a különböző csapatok alkalmaznak. Egészségetekre! A szervezők szerint a fesztivál egyre növekvő népszerűsége annak köszönhető, hogy a versenyre érkezők nem csak nézői, hanem résztvevői is lehetnek a kolbász készítésének és az azt övező disznótoros hangulatnak. 250 csapat gyúr, ennek csak egy kis része csabai. A nagy része az szerte az országból és a világból érkezett, hiszen még Ausztráliából is van csapatunk, de minden környező országból itt Európában. És még talán attól, hogy olyan hangulaton a fesztiválnak, hogy a megnyitón én azt mondtam, hogy mi vagyunk Magyarország legvidámabb fesztiválja, és amikor bemegyek a sátorba, akkor ez visszaigazolódik. Mindenki mosolyog, mindenki ölelgeti a másikat, kolbászt töltenek, pálinkát isznak, én sem tudtam ellenállni, úgyhogy megkaptam egy pohárra, hogy kóstolja meg isteni, és hát hoztam magammal egy malacot is, nem vágjuk mala, jó? A versenyen részt vett a Fidesz frakció vezetője is. Gulyás Gergely azt mondta, a csabai kolbász az ország egyik olyan export terméke, amelyet az egész világon ismernek, és amelyre az egész nemzet büszke lehet. Amikor mi arról beszélünk, hogy Európának, a nemzetek Európájának kell maradni, akkor a nemzet természetesen nem lehet üres fogalom, és azt tartalommal a saját kultúra, szokások, hagyományok ápolása tölti meg, és ennek Magyarországon nagyon fontos része a gasztronómia is. Az órákon át tartó kóstolás után a szombat este a kolbászok értékelésével folytatódott. A zsűrinek több mint 700 kolbászt kellett végigkóstolnia, majd döntést hoznia a győztesekről. A nemzetközi kolbászkészítő versenyen első helyezett lett. A munkácsi sátorban a forró betonon sült kolbász nevű csapat győzött, a csarnokban az ötös számú csapat lett az első, míg a mokri sátorban a cukrásziparosok csapata diadalmaskodott. Ez egy egyenes arányos dolog, ez egy törvényszerű. A cukrásznak nagyon kifinomult érzékvilága van, ízlelése, tehát finomabbnál finomabb süteményeket kell készítenünk. Ez visszaköszön a kolbász készítésnél is. Megbeszéltük közösen, miből mennyit hoztunk recepteket, és úgy látszik közösen, kialakítottunk egy olyan ízvilágot a kolbászba, ami eredményre vezetett. A szervezők a fesztivál utolsó napjára is tartogattak izgalmas programokat. Vasárnap a töltött káposzta főző versenyé, valamint a családoknak szervezett programoké volt a főszerep. Hasonlóan elkészítve, mint a hagyományos, töltve, töltelékkel, külön lébe megfőzve.
Az ételek egyszerre több tucat üstben rotyogtak. A szermacska csapat Lökösházáról érkezett, és igazi kuriózummal készült a versenyre. Rántott töltött káposztát készítettek, amely a legenda szerint Petőfi Sándor kedvence volt. Petrovics volt Petőfi Sándornak az eredeti neve. Lehetséges, hogy ő az Óhazából hozták a szülei a rokonai, és akkor ő ezért lett a kedvence. Hogy az milyen volt, nem tudom, mi így készítjük, mi, hogy mi tudjuk. Legenda szerint onnan jön a története. A csapatok boros, paradicsomos, egyedi és hagyományos töltött káposztát is készítettek. Az elkészült ételeket ezúttal is szakértő zsűri értékelte. A hagyományos roma káposzta, rendesen benne a füstölt hús, meg ami kell, meg a zsiradék, tehát ők nem sonálják a nyersanyagot. Akkor van egy csapat, amelyik mini káposztát csinál, 600 darabot egy bográsba belepréssel, nagyon piciket, egy olyan hüvelykúnyi káposztákat gyárt, és mások az ízesítések. Van, aki csípősebbre gyártja, van, aki lightosabbra, de egyben mind megegyezik, mind töltött káposzta. És az érdekesség az, hogy nagyon nehéz lesz eldönteni. Hát sok múlik a tálaláson is majd, mert eleve van egy íz. Van egy ízhatás, egy látvány, hogy hogy néz ki. Na, de a tálalás, ha rajtam a tányéron, nem mindegy, hogy néz ki. Mert zsíros kenyeret föl lehet tenni szépen kockára vágva dekorába, jaj, de jól néz ki, vagy el lehet kapni egy márót a kézbe, és megeszi az ember. Tehát nagyon sok múlni a tálaláson, de tavalyhoz képest, azt hiszem, hogy 5 vagy 6 csapattal kevesebb van, de nagyon felkészültek. A nagy munka közben a csapatoknak maradt ideje a szórakozásra is. Volt olyan résztvevő, aki Oroszországból, Romániából vagy éppen Szlovákiából érkezett, de akadt olyan is, akinek nem ez volt az első ilyen versenye. Eljárunk még külön főzőversenyekre is, szép eredményekkel. Ez pedig már a Krajcsópál emlékverseny, ahová nagyszülők, szülők és gyermekeik nevezhettek be. Én már átadtam, mert a fiam az ugyanígy meg tudná csinálni, ha most nem dolgozná. Én gyerekkorom óta már járok disznótorba, 2-3 éve egyre sűrűbben. Inkább ismerősökhöz, barátokhoz járok, mi nem szoktunk vágni, de én nagyon szeretek járni. Úgy érzem, hogy ez fontos, nagyon szeretem az összes disznótorban elkészült ételt. A szervezők szerint a Kolbász Fesztivál legfontosabb célkitűzése a hagyományok átörökítése. Mint mondták, egyre több fiatal érzi magáénak a kolbászkészítést. Ezt támasztja alá az is, hogy a csütörtöki ifjúsági gyúráson több mint 2000 fiatal vett részt. Kitűztük azt a célt, hogy minden csabai gyereket megtanítunk kolbászkészíteni. Egyrészt ez egy olyan élő hagyomány, amit szeretnénk átadni a gyerekeinknek, a második generációnak. De közben van némi önző oka is ennek, hiszen én úgy látom, hogy ez a fesztivál csak akkor maradt fenn hosszú évtizedeken keresztül, vagy örök időkig, hogyha lesznek olyan gyerekek, felnőttek, akik tudnak kolbászt készíteni. Ha lehet Békés Csabán kolbászt kapni, el fognak jönni az emberek Magyarországról, Európából, a világ minden részéről, de ez a fesztivál azt gondolom, hogy azért olyan sikeres, mert nagyon stabil alapjai vannak. A 21. Csabai Kolbász Fesztiválon látogatói rekord született. A 4 napos kolbászünnepre ugyanis több mint 100 000-en érkeztek.